Borkóstolót tartott Pünköst hétfőn a Ceglédis térsége ipartestülete. Spindelbauer Attila elnök elmondta, habár idén elmaradtak a nyitott pincenapok. Az óvintézkedések betartásával a kertben várták különféle borokkal és zenével az érdeklődőket. Örülnek az emberek, hogy találkozhatnak egymással, vállalkozók, iparostársak, nyugdíjasok. Itt most mindenki boldogan üdvözli egymást, itt a háttérben is nálunk, úgyhogy jó időt fogtunk ki, hál' Istennek égiek velünk vannak, úgyhogy örülünk neki, hogy itt összejöhetünk végre, kimozdulhatunk otthonról. Kis Attila borász 10 különböző bort hozott az alkalomra. 3 fehér, 2 rozé és 4 vörös bor közül lehetett választani. A borász úgy tapasztalja, életkorunktól függ, milyen típusú bort fogyasztunk. Vannak trendek, tehát a fiataloknál trendek vannak, ott nagyjából impulzus felsárlók, ott mindig így azt felsárolják, amelyiket éppen a másik szeretné, illetve most egy időben divat volt a rozéfogyasztás, valamint az illatos fehérboroknak a fogyasztása. Most azt veszem észre, hogy kezdenek kicsit visszaállni a semlegesebb, neutrálisabb fehérborokra, Chardonnay, Szürkebarát, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, ilyesmiket fogyasztanak most szívesebben. Idősebb korosztályra pedig teljesen változó, hogy mit fogyasztanak. Kis Attila azt is elárulta, neki melyik a kedvenc bora. Évszakfüggő, éppen hogy mit ettem, sok minden befolyásolja. Jelenleg most a kedvencem ez a rozé házasítás, ez a Cabernet Sauvignon kéjfrankos rozé. Mindig is szerettem a Cabernet rozét, az egy picit testesebb, fűszeresebb, tovább eltartható. Tehát a kékfrankos Zweigeltből készítünk egy rozét, ott az általában a legszebb azonnal frissen. Cabernet rozénak kell egy kicsi idő, míg beérik, úgyhogy szerintem most a legtökéletesebb. Az ipartestületben egyébként választásokra készülnek, lejár az elnök és az elnökség 5 éves mandátuma. A legközelebbi rendezvény tehát a 10 újító közgyűlés lesz.